Elfordítja a fejét a fiam, ha meglát. Gyötri a családi viszály Horváth Tamás apját. Az eddiginél is rosszabbra fordult Horváth Tamás és családja közötti viszony. A zenészként dolgozó Horváth János Dagi szíve majd megszakad, amikor eszébe jut a fia, aki már nem is köszön neki, és a telefont sem veszi fel, ha hívja. Évek óta tart a viszály, és mostanra úgy tűnik, esély sincs a békülésre, hiába keresik szerettei az énekest. Elfordítja a fejét a fiam, ha meglát, mondta a kérdésünkre szomorúan sóhajtva Horváth János, aki korábban azt mondta, azért halagodott meg a családtagjaira a fia, mert jóban maradtak korábbi barátnőjével. Apaként bízott abban, hogy esetleg az elmúlt hónapok az egész világ számára is rettenetesen nehéz időszaka alatt enyhül a viszály közöttük. Sajnos nem így történt, sőt, rosszabb is lett a kapcsolatunk. Legutóbb, 3-4 hónappal ezelőtt próbáltam felhívni, de fel se vette a telefont. Pedig csak szerettem volna figyelmeztetni, mint ahogyan egy apa kötelessége, hogy szerintem nagyon rossz irányba indult el. Az állandó harc mindenkivel, hogy még a korábbi kenyéradó gazdájának a TV2-nek is neki ment, nagyon nem jó. Azt látom, hogy tönkre fogja tenni a karrierjét, és ezt annak ellenére sem kívánom neki, ha soha többé nem áll szóba velem, jelentette ki a férfi, akinek a legnagyobb fájdalma az, hogy Tamás a testvéreivel sem áll szóba. Ezt legnehezebben a legkisebb 8,5 éves Benny viseli, aki megtanult kifogásokat keresni a Tamásról kérdező barátainak. 6 éves volt, amikor utoljára beszélt vele, akkor azzal búcsúzott tőle, hogy majd hívja fel. Persze, mert a 6 évesek csak úgy telefonálgatnak. Ő a felnőtt, neki kellene keresni egy gyereket. Szegény Benninek nagyon hiányzik, isteníti a testvérét, ám amikor azt kérdezik tőle, hogy miért nem találkoznak, szomorúan csak annyit mond, hogy Tomi sokat dolgozik. Mesélte el a férfi, aki azt is tudja, ha Tamás a környező benzinkúton dolgozó húgával összefut, csak akkor áll vele szóba, ha egyedül van. Ha a felesége ott van, akkor úgy csinál, mintha nem ismernék egymást. Sóhajtott szomorúan a zenész, aki bízik abban, hogy a kor meghozza az énekes bölcsességét is, és rájön egyszer, hogy a családnál nincs fontosabb dolog. Tudom, hogy kígyót békát mond rólunk mindenkinek, azt terjeszti, a pénz miatt romlott meg a viszonyunk, de nekünk nincs szükségünk Horváth Tamás pénzére. Neki azonban egyszer szüksége lesz a családjára. Remélem egyszer belátja, és az én ajtóm nyitva áll, fejezte be Horváth János. Megkerestük Horváth Tamást is, de lapzártánkig nem nyilatkozott. Korábban azonban leírta a lapunknak a saját verziójával. 10 éves koromig éltem Tamásiban, abban a házban édesanyámmal és a nagypapámmal. Valóban nem tartom a kapcsolatot édesapámékkal, de ennek megvan az oka. Úgy gondolom, minden családban vannak konfliktusok, de ez nem a nyilvánosságra tartozik, írta akkor. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.